Nagy Boldogasszony ünnepe a búcsúnapja Tolnán. A búcsú az a templom titulusa, akinek a tiszteletére, vagy egy személynek, vagy magának az Istennek valamilyen tulajdonságára szentelt templom, van egy címe a templomnak, és hogy ekkor ünneplik a templomnak az ünnepét, a templom születésnapja, a templom szentelése, vagy egyáltalán egy a búcsú ünnepe, és hogy ehhez kapcsolódnak különféle népi szokások, ilyenkor hazajöttek az elszármazottak, nagyobb ünnepség volt, ugye régi szokások mentén, attól függ, hogy ez őszre, tavaszra vagy nyárra esett, igyekeztek inkább jó időre szervezni, vagy olyan szentet találni, ami olyan időben van, ahol lehet csinálni valami jó kis fesztivált, népünnepélyeket. Kulturális műsorok előzték meg az ünnepi szentmisét, amit szokásokhoz híven ilyenkor új misés pap tart meg. A városba erre a különleges alkalomra a mohácsi káplán Mihovics Szebásztián érkezett. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedj, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségedben. A jeles alkalmat megkoronázta Juhász Ildikó kiállítása, akinek képei jelenleg is díszítik a tolnai templomot. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen pompázatos, ilyen gyönyörű környezetbe állíthattam ki, és hát ide azért nagyon meg kellett válogatnom, hiszen ez egy templom. És nyilván olyan képeket próbáltam hozni, hogy méltó legyen ehhez a környezethez. Remélem, hogy sikerült. Angyalaimat hoztam, és hát próbálkoztam olyan képeket hozni, ami az egyházhoz, a hithez, magához kötődik. Így aztán Mária a kis Jézussal jelenik meg több képemen, a betlehemi misztérium, és hát az angyalaim, valamint a pünköst, és ott pedig a főangyalok. Nagyon szeretem a grafikát, a tus grafikát. A hangulatos énekszó, meghitt beszédek és a kiállítási darabok mind hozzájárultak ahhoz a bensőséges atmoszférához, ami augusztus 17-én is átjárta az épületet.